Hello, vagyis merhava! Sziasztok! Újra itt vagyok, köszöntelek titeket a csatornán. Rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy köszönet és hála, mert kettő hét alatt 5000 feliratkozás sikerült, úgyhogy én egyszerűen fel se tudom fogni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, szívből köszönöm, imádlak titeket, és remélem, hogy nagyon jó időt fogunk mi eltölteni együtt a Youtube-on. Folyamatosan érkeznek a videók, most például kifejezetten Instagramon kértem tőletek segítséget, hogy milyen videót csináljak, és megmondom őszintén, hogy nagyon szuper ötleteket adtatok, úgyhogy én írtam egy kis listát. Volt olyan dolog is, amit én már előtte gondoltam egyébként, úgyhogy nagyon izgalmas dolgokkal próbálok nektek készülni folyamatosan. Amit már az elején is elmondtam, az az, hogy én szeretnék mind magyar és mind török nyelven is videókat készíteni. Úgyhogy ö, nagy átlagban hetente egy magyar és egy török videó várható. Viszont a török videókra rakok magyar feliratot. Ezt azért mondom el, mert nagyon sokan írnak kommentet anélkül, hogy megnéznék a videót és az opciókat. Nagyon sokan írnak kommentet, és emiatt kaptam rossz, kifejezetten negatív és káromkodós kommentet, hogy mit képzelek én magamról, hogy azt hiszem, hogy mindenki tud törökül, mert nem találta a feliratot. Holott én három órát dolgozok egy 15 perces török videó lefordításával, feliratozásával, mert YouTube-on van egy ilyen opció, hogy fel lehet iratozni. <laughs> úgyhogy légy szíves, legyetek egy picit figyelmesebbek, a török nyelvű videókra mindig rakok magyar feliratot. Ha nem tévedek, akkor számítógépen a jobb alsó sarokban lehet bekapcsolni a feliratot, telefonon pedig a jobb felső sarokban én így emlékszem rá, így szoktam használni én is, úgyhogy légy szíves nézzétek meg, mindig rakok magyar feliratot, nem szeretném, hogy lemaradjatok a videókról, de szeretnék török nyelvű videókat is csinálni, illetve ö, egyébként is Ahmettel vagy Gihannal, vagy például ha az anyósommal készítek majd videót. Ö, nem tudok más nyelven beszélni, szóval nem tudom, hogy hogy tudnám másképp megoldani. Na mindegy, ezt zárjuk is le. A mai témánk az nem más, mint az, hogy én hogy tanultam meg törökül. Viszont ez a téma nagyon érdekes, mert szerintem nem csak azoknak hasznos, akik kifejezetten törökül szeretnének megtanulni, hanem mindenki, aki szeret nyelveket tanulni, vagy nyelvtanulás előtt áll, azoknak ezek igazából hasznos tanácsok lehetnek, olyan módszereket fogok elmondani, amik nekem segítettek, úgyhogy tartsatok velem, szerintem nagyon szuper videó lesz. Ja, nem tudom, hogy itt meg a tülyelány. Vágjunk is vele. Hogy tanultam, megtörökül, fogalmam sincs. De tényleg nem tudom. De azért elmondom azokat, hogy mik azok a dolgok, amik nekem segítettek kifejezetten ezen a kis kalandos utamon. Az első és egyik legfontosabb az szerintem az egyik kihagyhatatlan pont az olvasás. Na most néztek rám, hogy mi az, hogy olvasás, mit olvassunk, ugye? Tök mindegy, hogy mit olvasol, drága csillagom, lehet az könyv, lehet az cikk, lehet az bármilyen rejtvény, akármi, tényleg bármi, török nyelven olvas, vagy olyan nyelven, amilyen nyelven szeretnél megtanulni. Nekem ez rengeteget segített, viszont én sem rendeltem könyveket, hanem egyszerűen józan paraszt észel mentem a keresőbe, Google-ba, és írkáltam, amit csak akartam keresni, olvasni. Rengeteg, rengeteg internetes cikket olvastam el. A leges, legegyszerűbb pedig az, ha felmentek Wikipédiára és török nyelvűn. Ha felmentek Wikipédiára és török nyelven, bármilyen fogalmat, Igazából tényleg, amire kíváncsiak vagytok, bármilyen témával kapcsolatban el tudtok olvasni. Én például kutyafajtákra kerestem rá, fogalmakra, növényekre, fú, nagyon-nagyon sok mindent kerestem, és nagyon sokat olvastam, és nagyon sokat tanultam onnan. Na most biztos mondjátok, hogy de miért olvasunk törökül, ha még nem tudunk törökül? Hát épp azért olvassál, mert még nem tudsz törökül, és ebből nagyon-nagyon sok dolgot fogsz tudni tanulni. Első részben nagyon-nagyon-nagyon jól bővíti a szókincsedet, második körben pedig, ahogy összerakódnak ugye a mondatok, ott látni fogod, hogy hogy épül fel egy mondat, ö, hogy használják a toldalékokat, milyen nyelvtani szabályok vannak. Egy idő után, ahogy olvasod, ezek egyértelművé válnak, és te is hozzászoksz, megtanulod őket. Úgyhogy szerintem olvashatok rengeteget, az egyik legjobb dolog szerintem a világon. Második pontom, az egy kihagyhatatlan pont szintén, a jegyzetfüzet. Na most a jegyzet fizetet azt csinálhatjátok akár számítógépen, akár telefonon, de én egy ilyen kis régi módi kis izé vagyok, úgyhogy én szeretek kézzel írni füzetbe, úgyhogy amikor elkezdtem törökül tanulni, egyből vettem egy kis füzetet, és szépen elkezdtem jegyzetelni a saját kis dolgaimat. Ez miért jó? Hát miért ne lenne jó? <laughs> szóval, elkezdesz szépen jegyzetelni akár, ahogy mondtam, olvasás közben szavakat kiírni és lefordítani, és így jobban megmarad az agyadban, vagy sorozatnézés közben, vagy ha valakivel épp törökül cseleksz, és jön egy olyan szó, amit te még nem hallottál, ezeket mind szépen le tudod jegyzetelni, ezután jönnek ugye a nyelvtani szabályok, akkor ki tudsz gyűjteni szavakat csoportokra osztva, például színek, tájak, tájegységek, melléknevek, igék, stb. stb. Úgyhogy szerintem egy nagyon hasznos, szuper kis dolog. Én nagyon sokat használtam. A harmadik. Filmek vagy sorozatok. Nézzetek sokat eredeti nyelvű filmeket, mert ott hozzászokik a fületek is a török nyelvhez, illetve ahhoz a nyelvhez, amit tanulni szeretnétek illetve tanulhattok is közben, szóval szórakozva tanultok, úgymond. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik Magyarországon a török sorozatokat, úgyhogy akik szeretik a török sorozatokat, nekik azt ajánlanám, hogy ne magyar szinkronnal nézzék őket, hanem interneten van millió-millió csoport, rá lehet keresni, és ott felteszik feliratozva a török sorozatokat magyar felirattal. Úgyhogy egyszerre tényleg hasznosan lehet szórakozni, vagy hogy, hogy szokták ezt mondani, összekötik a kellemest a hasznossal. Úgyhogy szerintem én ő nekik ezt javasolnám. Viszont tudom, hogy nem mindenki szereti a török sorozatokat. Én sem. Úgyhogy én találtam magamnak egy olyan kibúvót, hogy a Netflixen, akinek van Netflixje, át lehet állítani a nyelvet, és ezáltal megvan a holdon minden, amit csak szeretnél. Ugyanis ezután be tudod állítani, hogy török szinkronnal vagy török felirattal tudj nézni bármilyen sorozatot, filmet. Lehet variálni, hogy török hanggal magyar felirattal nézed, vagy magyar hanggal török felirattal, vagy angol török török magyar bá bába bibuba bármit be tudsz állítani. Úgyhogy szerintem egy nagyon nagyon szuper jó kis megoldás egyébként, úgyhogy köszönhet a Netflixnek, nekem nagyon sokat segített. A negyedik pontnak én a csoportokat hoznám, a nyelvtanulós csoportok. Facebookon ö, vannak ilyen kifejezett csoportok. Szerintem minden nyelvhez lehet találni ilyen csoportokat, tehát angolhoz is, némethez is, spanyol, orosz, ki amit tanul, úgyhogy szerencsére törökül is van ilyen csoport Facebookon. Ez nem reklám, de én a Bátran Törökül nevű csoportot nagyon szeretem, amit kedves Zsófi vezet, több más török nyelvtanulós csoporttal együtt és nagyon-nagyon sok munkája van benne, úgyhogy hálás köszönet neki, szerintem rengeteg embernek segítséget nyújt. Nagyon szuperek ezek a csoportok, mert rengeteg feladatot feltöltenek, képi feladatokat, rejtvényeket, pdf fájlokat, sokszor munkafüzeteket, tankönyveket, úgyhogy nagyon szuper kis közösség alakult ott ki, és együtt lehet törökül tanulni. Van még talán a török nyelv leckék, de nem vagyok benne biztos, Zsófinak több csoportja is van, úgyhogy ezeket érdemes ö, átnézegetni, a bátran törökül csoportból tovább tudtok majd haladni. Úgyhogy igazából én ezeket a csoportokat kifejezetten ajánlanám. Aki tud esetleg angolul, az angol nyelven is nézelődhet, hogy learning turkish klubok is vannak, egy csomó-csomó learned turkish language, vagy nem is tudom, mik vannak még. Na mindegy, van egy pár. Úgyhogy oda is érdemes ellátogatni és megnézni őket. Úgyhogy igazából szerintem ezek is tök hasznos dolgok. Ötödik, alkalmazások. Én személy szerint a Duolingo alkalmazást használtam, viszont ha nem tévedek, nem tudom, hogy azóta van-e rajta bármilyen újítás, akkor ez is csak angol-török nyelven működik, tehát angolul tanulunk, törökül. Tudom, hogy nem mindenki tud angolul, úgyhogy ennek majd még utána fogok járni, de biztos vannak más alkalmazások, amik szintén tanítanak törököt szerintem, illetve hallottam olyat is, ahol te például törökül akarsz megtanulni, az illető pedig magyarul, és akkor összepárosít kettőtöket, hogy egymástól tudjatok nyelvet tanulni. Ezek is szuper dolgok, de ezekben nincs tapasztalatom, úgyhogy nem tudom nektek szívből ajánlani és a leges, 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 legfontosabb ponthoz érkeztünk el, kedves drága gyermekeim, az pedig az anyanyelvi környezetben való tanulás, ami nekem és nagyon sok ismerősömnek is a leges, leges legtöbbet segített, úgyhogy én azt javasolnám, mindenkinek, akinek van rá lehetősége, hogy látogasson el abba az országba, aminek a nyelvét meg szeretné tanulni. Itt most adott esetben ugye Törökországról van szó, Isztambul nincs messze, repülővel 1 óra 45 perc, szerintem abszolút kibírható, és a repjegyek sem drágák, főleg ilyen téli szezonban nagyon olcsón lehet találni, 10-15 ezer forintokért is akár. Úgyhogy én azt javasolnám nektek, hogy nyilván most nem tudunk, de ha már rendbe jön minden, akkor látogassatok el, nézzétek meg, eleve gyönyörű kis helyek vannak, kulturális dolgokat is tanulhattok, illetve az itteni emberekkel megismerkedhettek, hogy milyen is a török nép, és eközben tudtok törökül is tanulni. Szerintem ez a leghatásosabb módszer, ugyanis az ember úgy mond rá, kényszerül arra, hogy megtanulja a nyelvet. Nekem százszázalékosan innen eredett tudásom. ahmettől a barátainktól, a családtól tanultam törökül, mindent úgy szívtam magamba, mint egy szivacs, ugyanis Törökországban angolul nem igazán beszélnek. Maximum a tengerparti részeken vagy Isztambulba elvétve, de itt Ankarában egyáltalán nem jellemző, úgyhogy az angolul senki nem megy semmire. Úgyhogy rákényszerül az ember 0-24-ben ezt kell használnia, ezt használják a környezetében is, tévéből, mindenhonnan, zenéből, rádióból ezt hallja, úgyhogy hozzászakik az ember füle, és nagyon-nagyon gyorsan meg tud tanulni törökül. Szerintem ez a leghatásosabb módszer, bármilyen nyelvről is legyen szó, úgyhogy ezt nagyon-nagyon tudom ajánlani. Nyáron szoktak lenni ilyen programok, amikor Úgymond ilyen önkéntes munkákat is csinálnak, és egybe van kötve ö, nyelvtanulással, de erről sem tudok több információt adni, de ha interneten beírjátok, a keresőbe biztos, hogy kidobja. Úgyhogy igazából ezek voltak azok a dolgok, amik nekem segítettek. Viszont ö, én még szeretnék nektek ajánlani nyelvtanárokat is. Habár nincs személyes tapasztalatom, ezért nem ott soroltam fel ö, azok a pontok között, amik nekem segítettek, mert én nem tanultam tanártól sajnos, úgyhogy nincs tapasztalatom. Viszont ö, ebben a bátran törökülő csoportban szoktam látni, hogy kik azok a tanárok, akikről nagyon jó visszajelzések érkeznek ajánlják többen is egymásnak, úgyhogy az ő nevüket szeretném bemondani, és előre leszögezem, hogy ez nem reklám, csak szeretném, hogyha ti is tudnátok török tanárhoz járni, illetve nekik is könnyebbség lenne. Akiket én ajánlanék, az kifejezetten Kraus Zsófia, aki ugye vezeti ezeket a csoportokat is, Eilis Pedali, ő anyanyelvi török, úgyhogy őtőle még hasznosabb dolgokat tudtok tanulni, kiejtésügyileg főleg, ugye, és Dóra Újszál, ő is szintén török férfihez ment férjhez, ha nem tévedek. Egyiküket sem ismerem személyesen, de csak és kizárólag pozitív visszajelzést láttam, hallottam róluk, úgyhogy én szívből ajánlom őket, úgyhogy ebben a bátran törökül csoporton meg is tudjátok őket keresni. Az anyanyelvi környezethez még hozzá szeretném tenni azt is, hogy nekem az is nagyon sokat segített, hogyha valakivel beszélgetés közben Például, ugye jön egy szó, amit én még nem tudok, de meg szeretném tanulni, ezért nyilván megkérdezem, hogy ez mit jelent, vagy hogyha írásban beszélgetünk, akkor lefordítom azt a kifejezett szót. Viszont ezt a szót, amit én nem tudok, akkor még próbálom hozzákötni ahhoz a helyzethez, amiben ez a szó felmerült. Úgyhogy például úgy képzeljétek el, hogy a szándája, ami széket jelent, egyszer csak szóba jön, miközben mi dujgóval főzzük a vacsorát. Úgyhogy próbálom ehhez a helyzethez emlékként hozzácsatolni ezt a szót, és így könnyebben megmarad a fejemben. Úgyhogy ezt a módszert is én ajánlanám nektek, ha bár nem tudom, hogy másnak is segítene, de nekem így emlékekhez, vagy kifejezett helyzetekhez, szituációkhoz kötni a szavakat, ez is nagyon-nagyon nagy segítségemre volt majdnem kihagytam az egyik kedvenc pontomat, gyerekek, az pedig az, hogy beszéljetek magatokban. Én amikor még Magyarországon éltem, tehát nem voltam anyanyelvi környezetben, akkor ezt a módszert rengeteget használtam, főzés közben, sütés közben, takarítás közben. Képzeljétek el, hogy hangosan beszéltem törökül, mert így is szoktam a mondat Készítést, vagy hogy mondják ezt. Tehát szoktam a nyelvtant, a szókincsemet, a kiejtést, gyakoroltam, ugye folyamatosan beszéltem minden hülyeségről, ami eszembe jutott, próbáltam a magyar gondolataimat lefordítani török nyelvre, úgyhogy rengeteget beszéltem magamban törökül. E igen, hülye hangozhat, tudom, hogy kicsit furcsa, én is sokszor elgondolkoztam azon, hogy hű. Ha most ezt látná valaki amúgy, és kihívná, hát tudja, hogy engem zubbonyba vittek volna el. Én Nekem segített, úgyhogy ezért ezt a pontot is szeretném nektek ajánlani. Ha nem is vállalja be mindenki, a bolondabbak talán igen. Mi bolondok tartsunk össze. Szerintem egyébként nagyon sokat segít azoknak főleg, akik nem tudnak a nyelvi környezetben tanulni törökül. Mára ennyi lett volna a videóm, remélem, hogy ezek a pontok nektek is segíteni fognak, habár tudom, hogy nem szó hivatalos dolgok ezek. Én csupán azt szerettem volna elmondani, amik nekem a segítségemre váltak, úgyhogy remélhetőleg nektek is fognak segíteni. Nagyon-nagyon jó nyelvtanulást kívánok nektek, ne adjátok fel soha, sokkal egyszerűbb, mint gondolnátok, és nyilván idővel az ember belejön ezekbe a dolgokba, úgyhogy én nagyon sokszor puszillak titeket, és köszönöm, hogy itt voltatok velem. Görüşürüz bebekler!